Gábor? Iván. Igen, Iván. Szervusz, szia. Örülök, hogy látlak. Én is. Minek köszönhetjük látogatásodat? Hát ez egy jó kérdés, miért hívtatok ide? Nem. Hát beszélgessünk. Pont erre jártam, pont erre jártam. Itt a Juhász Gyula szobornál, itt szeretek sétálgatni, ha Szegeden járok, és akkor így itt van a Tisza is, nem tudom, hogy láttad-e már. Hát eddig, mintha fel se tűnt volna, de ugye? Most, hogy így mondod. Igyekeztek eltüntetni. A hídról sem látszik, ez egy kicsit idegesítő. Igen, igen, és egyébként de úgy Szegeden miért jársz? Úgy Szegeden azért járok itt, mert most éppen veletek találkozom, de speciál a szabadtéri színpadon van a Rómeó és Júliának a házi főpróbája ma este, és holnaptól pedig az előadás sorozat, 3 darab előadást játszunk le. Ahol Verona hercegét alakítom, kérlek szépen. Igen, ugye Escalust. Escalust. Így van. Igen, majd erre is kitérünk majd kicsit, meg érdekelne. Reméltem is. Hogy mi a helyzet vele, hogy érzed. De hogyha már ide ellátogatta a Napfény városába, mi a helyzet az Angyalok városával, Los Angeles-szel? Vár téged vissza? Hát most először itt vagyok, és utána Budapestre megyek, és akkor ott még vár rám egy csomó feladat. Aztán ha minden igaz, akkor ide visszatérek még egy kicsit, mielőtt még oda visszatérnék. És az itthoni sok feladatait közül még egyet ragadnék ki. Ez pedig a mobilvers lenne, aminek ugye az egyik ötletgazdája is voltál. Hát az ötletgazdája voltam. És nem tudom, hogy most még folyamatban vannak-e forgatások, vagy ez már teljesen lement. Ez a projekt egy kicsit így elhallgatott egy jó 10 éve. Pedig most már a technikai körülmények teljesen lehetővé tennék azt, hogy még profi módon tudnánk ezt akár a televízióval fúzionálva csinálni, vagy folytatni. Ez annak idején azt hiszem, hogy a Radnóti évre lett elővéve, és hogy az volt az apropója, és 50 Radnóti verset és 50 szabadon választott verset mondhattak el a jól ismert, vagy a szakmában elismert színészek, akikhez eljutottunk. Aztán persze csináltam önszorgalomból is, sokáig az interneten osztottam meg, és különböző kis független filmeket vágtam össze belőle. Igen, ez egy tök jó kezdeményezés így volt van, így a részedről. De ugye itt az volt, hogy a színészek maguk választhatták meg, hogy mit szeretnének, és ezért volt személyesebb meg, hogy olyan helyeken rendeztétek. Így van, tehát ez gyakorlatilag arról szólt, hogy mondd el kedvenc versed, megmondom ki vagy, mutasd be magad egy verssel. És minden színésznek van egy verse, azt gondoltam persze. Az úton kiderült, hogy nem mindegyiknek volt. De vannak kimondottan versmondó színészek, vagy akik jól érzik magukat, komfortosan érzik magukat versmondás közben, de azért ez a versmondás picit ilyen kihaló félben levő műfaj, és szerettük volna egy picit ennek a népszerűsítését, ennek a rendhagyó formában való interneten történő megosztásával kicsit népszerűsíteni ezt, hogy minél több ember buzdítsunk arra, hogy ez jó, ezt csinálni kell, egész szabadon is lehet, gördeszkázás közben, karateforma gyakorlat, vagy éppen törésgyakorlat közben bemutatni. Úgyhogy mindenki maga választotta a helyszínt, és a saját jelmezét is tulajdonképpen, hiszen róla volt szó, annyira személyes volt, erről szólt az egész ügy. És mit szólnál az, hogyha csavarnánk rajta egy kicsit, hogy teljesen a feje tetejére állítjuk az egészet, és nem szabadon választott versed lesz, mert itt van egy pont kőbevésve. Tessék! És te leszel az alany, tiéd a pálya, én meg mobillal közben követlek. Nem árt, hogy elolvasom egyszer előtted, bár szeretek blattolni is, de megállok elhős tavasz ég alatt, még megy a víz, az idő szalad. Érzem, hogy az öreg Tisza felett örök élet csillog a remek. A Tisza parton halkan ballagok, és hallgatom, mit sírnak a habok. E partok méla fordulóinál állt egyszer gőgös Attila király. E tájon, hol a két víz összeér, áldozott egykor dús ajtonyvezér. Ott fönn, ahol most vén harangdalol, Dugonics András búsult valahol, mert búsulásra volt mindig ok. Ugye bajtársak? Ugye magyarok? Itt Tömörkény, ott Gárdonyi lakott, Petőfi Zoltán erre ballagott, megállok felhős tavasz ég alatt, és míg megy a víz és az idő szalad, érzem, hogy az öreg Tisza felett az örök élet csillaga vezet. Na hát nagyon szépen köszönjük, Iván, neked ezt a kis abba improvizációt. Úgy érzem azért, ez nem volt egyáltalán nehézség neked. Hát és súgógéppel könnyű dolgozni. Súgókkal. Hát ez a modern súgógép, ahogy látod, egy ilyen oszlopon. Oszlopontos.
Igen, de úgy tudom, hogy eltelt, a színpadon is vannak sugók. És egyébként ott azt mennyire veszitek igénybe egyáltalán? Tegnap például a próbán bementem, nagy rösssel, és azt gondoltam, hogy elkezdem, és hirtelen ki kellett néznem, hogy de mi is a következő mondat. Mert annyira sok minden változik állandóan itt a próbákon, hogy ezek azért valahol alkalmi társulások. És én a próbaidőszak végén kapcsolódtam be egyrészt, másrészt pedig úgy sok minden változik. Hát a színpadon nincs időnk próbálni, és nem is lehetséges, hanem csak megszabott ideig bocsátják rendelkezésünkre ezt az óriási színpadot. Ezért nagyon sok esetleges, meg új dolog történik. Meg hát az előadásokon is mindig történik valami új helyzet van, nem indul be az autó, a motor, a nem tudom, valaki ott marad, a forgó leáll, és akkor úgy kell valahogy új helyzetben improvizálni. És akkor a sugó egyébként ott ül valahol. Én nem használtam nagyon, nem szoktam az előadásokat, de a próbán még azért megengedett, azt gondolom. Na, mit szólnál egy jó kis ebédhez például? Sétához? Sétáljunk el egy... Én egy ebédre mindig nyitott vagyok. Ezek a dinók, ezek mozognak? Ez nagyon kemény. Hát ezt nem tudtam, hogy mozognak is. Egy dinós selfie? Legyen. Benne van? Benne van egy dinós selfie. Egy dinós selfie. Szerintem ilyet még úgyse csináltál. Menjünk egy olyan szögbe, hogy mind a két fej benne legyen esetleg. Na, hogy vannak a dínók? Nézzük már a háttért. És ott vannak a dínók. Ja. Ez óriási. Most már. Na. Itt egy fotót majd visszafelé kell csinálnom. A Szeged táblánál? Muszáj, igen. Szeretném megmutatni, hogy létezik ilyen. Na, hova üljünk? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hamar esélyen. Előítemes. Szücskában. Előítemes. Harapcsolják, nem tudom, hogy köszönöm. Na, köszönjük szépen! Köszönöm. Nagyon régen voltam itt, mert én régen mindig ide jártunk, amikor a színházban játszottunk. Elképzelés. Van valami... javaslatod, vagy van valami ajánlatod, hogy mit ajánlanál? Levest is, előételt is, vagy csak főételt, attól függ, hát, mire éles. Nem tudom, menj. Fajta elképzelés, hús. Morha, szárnyas. Csirke. Szárnyas? Jó. Vannak nagyon jó amerikai csirkéink. Ugye, bundázva? Nem. Nem bundázva? Az bundázva nem lehet. Fűszerek? Az mehet. Az mehet? Van egy nagyon jó őházam, egy kedvence, ez a grillezett Cajun csirke. Már ugye van rajta egy 18 fajta fűszerkeverék, ajaj, fahéj, ami miatt édes is, meg picit egy csípős egybe. Aha. Hozzá grillzöldség, vagy ugye jérce mell, ugye vaslapon sült, neki is egy ilyen parmezános sajtos bundája. Uh-huh. Uh-huh. Jó, köszönjük szépen, átnézzük. Mennyi fűszerrel? Bőrös malaccsülök. És ez a sok sállától látom, ez egy foci helylet. Ugye ezt meg akartad említeni, vagy nem? Hogyha már itt vagyunk, gondoltam, beszélhetnénk róla, igen. Igen? Na mesélj. Melyik csapatnak szurkolsz? Hát mindenképpen annak fog szurkolni, amit majd te edzesz. Az én csapatomnak? Igen. Én egy foci edző szerepre készülök. De én vagyok az a magyar ember, aki egyáltalán nem követi a focit a fiam nagy bánatára, vagy nem is bánatára, de szerint ez ciki. De én nem követem valahogy. Volt egy időszak, amikor szerettem focizni, de hát szerintem az még a te megszületésed előtt volt. Úgyhogy nem, valahogy kimarad, de most majd. És egyébként válogatós vagy, úgy érzed? Van valami olyan... Szeretem kiválogatni azt, ami az éppen kedvem van, de régen gyerekkoromban nagyon-nagyon nem szerettem enni. Enni? Nem volt kedv... Miért te szerettél? Enni? Én mindig is szerettem enni. Igen? Válogatós voltam nagyon, de... Én egy kicsit úgy éreztem, hogy ez az evés egy ilyen kötelező dolog, és hogy nem akarok rá időt pocsékolni. És valahogy nem is volt soha kedvem, mindig játszottam, vagy valami, de el voltam. Nagyon szépen köszönöm, foglalva.
és kicsit olyan felesleges dolognak tűnt, tudod? Mm. És volt egy nyár is, amikor így teljesen... Na? Én még viszont szeretnék kérni a segítséget, mert én tényleg valami egyszerű csirkére gondoltam, egy kis salátával. Fiatal kollega nem tudja eldönteni, hát hogy salátával. És nagyon jó Cézár-saláta. Házi cézársalátát csinálunk, házi cézáröntettel. Tökéletes, az megfelel nekem, akkor én egy cézársalátát. Tényleg ennyire? Hát így könnyű. Így könnyű, hogy ennyire kimélően. Na jó. Engem ennyire meg lehet győzni egy jó cézársalátát. Jó, azt az mondják, az jó cézár, nagyon az jó. Mindig jó, nem? Én ebben a bőrös malac. Mi is volt az? Csülök? Kemencés, igen. Az. Az nagyon jól hangzik. Zilakáposztával. Igen. Még köretnek. Ilyen házi készítésű fűszeres steakburgony. Az nagyon jól hangzik. A steakburgony az biztos finom, ugye? Jó, igen. Olyat szeretnék kérni. Nem, ez nem ilyen hatalmas adag azért, ugye? Meg lehet enni. Hát ő már egy picit nagyobb. Jó lett? Jó, persze. Köszönöm. Köszönjük. Igen, szóval nem szerettem enni, úgy tartottunk, és akkor volt egy egész nyár, amikor csak mustáros kenyeret ettem és vizet ittam egész nyáron keresztül. És olyannyira nem szerettem a sütiket sem, hogy az anyám az egyik születésnapomra kenyértortát készített kolbásszal. És aztán később jött az evés szeretete. Valahogy ezt szokták mondani, hogy az életkorban mész előre, az ízeket egyre jobban tudod értékelni, és valahogy egyre inkább gurmévá válik az evés. Mint tevékenység, igen, és úgy, most már szeretek enni. Én hiszek abban, hogy az ember, aki talál magának valamit, akkor azt csinálja meg, és akkor én mindig ezt csináltam, hogy valamit kitűztem magamnak célul, vagy valamit így. Egy újabb feladatot adtam magamnak, és akkor azt igyekeztem elvégezni, és akkor az, tehát ez csak azt szeretném hangsúlyozni, vagy kiemelni, vagy elmondani, hogy, és bebizonyítani, és hogy nincs olyan, amit nem. Mert nem vagyunk képesek, és hogyha megfelelő mennyiségű munkát és energiát teszünk bele, akkor igenis van rá mód, hogy azzá váljunk, akik szeretnénk lenni. És akkor lényegében téged ez motivál előre az életben? Hogy kiderítsd esetleg a határaidat? Én azt gondolom, hogy feszegetni mindig kell őket, mert hogyha a komfortzónán belül mozgunk, akkor soha nem fogjuk kideríteni, soha nem fogunk tovább nyúlni, mint ameddig a takarónk ér. És egy picit pedig kitolja az ember, akkor tudod, ez az egy-egy lépés, minden nap egy pici lépés, akkor ha belegondolsz egy év alatt már 365 lépés, és akkor így hátranézel, és már tudod, szóval már nem ott, nem ugyanott tartasz, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Nem szabad megállni. Nem, azt mondta a mesterünk, a Horvai annak idején, hogy ami marad, az, ami nem fejlődik, az marad, ami marad, az romlik. Ez szerintem tök fontos. Ezt az elvet vallom azóta is. Igen, azért van itthon is mit csinálnod. Tehát, hogyha nem is nem látunk, panaszkod. legalább hallunk hát nem, téged. Láttok, hát lássatok, nyisd ki a szemedet, mert ott lesz a TV2-n például a Korhatáros Szerelem következő évada, amit most forgattunk, már el is kezdtük, vagy a Game Over Club című nagyjátékfilm, amit szintén hamarosan, ahogy itt befejezem, kezdünk el forgatni. Igen, az lesz a foci edzős, ugye? Az a foci edzős történet, az is egy vígjáték. Ez egy elég rendhagyó, nagyon izgalmas és jó szereposztás van. Úgyhogy ez is egy érdekes történet lesz. Ez is egy magyar produkció, ugye? Igen, Géczi Dávid barátom rendezi, akivel már nem először dolgozunk együtt, de nagyjátékfilmet még nem csinált. A Győztest együtt csináltuk például, vagy az egy kis játékfilm volt, ami számos díjat nyert, vagy egy másik a Vér és tűzsarok című filmet, a Cannes-ba is eljutottunk, is együtt csináltuk. Szóval számos dolgot, a dologban működtünk együtt, és most ez lesz az első nagy játékfilm. Azt mondták, ezt meg lehet enni. De én figyelmeztetek, hogy ez egy ekkora adag lesz, gyerekek. Hát ez hogy? Közelebb majd az oldalas kell kipróbálni, ő még nagyobb. Nem mondod. Köszönjük szépen. Olyat kéretek egy olyan... Vagy van olyan? Van, amivel tudok vágni? Azt egy kés? Aha. Igen. Ott ez a hegyes. Köszönöm, csodálatos. Parancsoljanak ki. Gábor, valamit húzzál ki. Neked annyi?
Nem, én is azért valami kis szúró hát nem eszközt is. És merre megyünk? Merre veszünk az irányt? Én úgy gondoltam, hogy kimehetnénk a Dugonis térre. Na, tehát igen, ezek ismerős részek. Itt a színház parkolója. Uh-huh. Itt parkoltunk mindig, és parkoltunk. És itt a Tiszaszálló. Esténként itt gyülekeztünk. És igen, megvan. Igen, Szegeden azért nincsenek nagy távolságok. Nemrég volt egy fellépésem, kérlek szépen. Hol? Szegeden a Borfesztiválon, jól mondom? Az elképzelhető. Vagy esetleg a Bortéren. Igen. Mert ugye itt van kettő is. Na most nem tudom, hogy melyik volt, de nagyon nagy. Tele volt az összes pavilon, és... Uh-huh. És ott volt egy fellépés, és... esett az eső, kérlek szépen, de aztán mégis egyszer csak elállt. És akkor jó lett minden. Na és ott melyik formációval volt a fellépés? Ott a Ádámmal voltunk. Na most ez a másik, tehát a formáció, amiről most itt leszünk, beszélünk? Persze, hogyne. Hát ugye most szeptemberben jöttök, ugye? Most szeptemberben jövünk, ugye? Na most ez egy különös, vagy ez egy picit más lesz, mert ez egy trió felállás lesz. Trió. Aha. Aha, és akkor ez így van egy zongi is. Zombi? Zongi. A zombi az a Templi Erik személyében egy az már nem fiatal zongorista srác, kicsit zombis. De nagyon jó zongis. Nagyon ügyes és nagyon alapos. Nagyon szeretek vele játszani. Mi fedeztük föl, és azóta szétkapkodják. Nézd, de szép, hogy itt van egy ilyen... Zöld. Szeretnék egy fotót kérni, jó? Azt megteszed, hogy ez a zöld, hogy ne. Nagyon tetszik. De úgy, hogy látszódjon azért ez is, jó? De. Így? Tökéletes. Még egy szeretnék egy olyat is, hogy enélkül is. Még egy közelebbi. Jó? Meg enélkül is, és akkor minden megvan. Ja. Jó, köszönöm. Nagyon zsír. Ennyit a fényképezkedésről. De itt jár a villamos egyébként? És nézd meg, itt vagyunk, ez a Kárász utca? Ez a Kárász utca. Ja, de beszéljünk egy kicsit még a zenéről, mert szerintem azért, na, ugye beszéltünk például a Sinatráról, hogy oké, voltak ups and downs, ahogy ő is mondja a That's Life-ba. Így van, ahogy mondom. Például, és de hogy nektek vannak-e most felek és lek, és hogy most éppen hol vagytok mondjuk, mert azért ez a formáció ez azért annyira nem pörög, mondjuk úgy, tehát azért nincsen sok, mennyi fellépésetek van egy évben kb. Vannak, ilyen... sok van egyébként, most speciál azért nem pörög, mert filmezek. Uh-huh. De amikor nem filmezek, akkor eléggé pörög. Meg mondjuk és... ez annyira régóta még nincs is, ugye? Hát nézd, már azért minden, tehát sok helyen voltunk már vele, de még mindig vannak újabb felkéréseink, hát látod, most igen. Is. Most is ugye és akkor most mindről szeretnél hallani, hogy most nekünk nagyon lent vagyunk, és hogy most köszönjük Szeged, hogy meghívtatok ti először. Hát nemrég jártunk itt, apám. És most is itt vagyunk. Hát panaszkodjak, miről? Olyan jó nekem. Én úgy szeretek én lenni. Na, mert pláne nekem is jó, hogy itt vagy magamat, ha nem én lennék én. Nem, most tényleg nem akarok itt nagy zolni, de nincs ott panaszra semmi okom nincs, sőt, nagyon-nagyon jól érzem magam a bőrömben, tökre így ilyen kiegyensúlyozódnak a dolgok, és ha csak ezt csinálnám nyilván, akkor énekes lennék. De volt időszak, amikor csak ezt csináltam, vagy amikor nagyobb hangsúlyt kapott a zene, vagy az éneklés, és most meg egy csomó színészi feladatom is van. Na, szóval, hogy ez a Dugonis? Ez maga a Dugonis tér. Ez csodálatos. És van az egyetem. Az egyetem? Szép szökőkút. Oda. És egy gitár.
When the wind the rhythm starts to play, dance with me, make me sway. When the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. When the flower bending in the breeze, dance with me, sway with me. When you dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, but my eyes can see only you, only you. Well, that magic technique, when you sway, I'm going weak. I could hear the sound of violin long before it begins. Make me realize only you know how. Sway me, so sway me now. Make me realize only you know how. Sway me, so sway me now. Make me thrill as only you know how. Sway me, smooth, sway me now. Woo! Woo! Mert hogy mi a címe ennek az estnek? Strangers in the Night. Ugye idegenek az éjszakában. Exchanging glances, wandering in the night. What are the chances? We've been sharing love before the night was through. Something's in your eyes, so exciting. Something in your smile, so inviting. Something in my heart told me I must have you. És ennyi volt! 20 akadtáig játszottunk. Sajnos ennyi volt, gyerekek. Oké, hát technikai okok miatt úgy érzem, ez hogy most ez a koncert, ez ott fog folytatódni 14-én. Köszönöm. Ahol itt most abba hagytuk. A gitározáson kívül egy kis meglepetéssel is. Ez is itt volt a főtéren. Készültünk hát neked. Ezt ez is amúgy csak itt találtuk. Ez tele van meglepetésekkel, gyerekek. Én ide fogok járni. Gitárokat lehet találni, húrok pattannak el, ajándékozás van. Fogad, nagyon sok szeretettel lesz tőlünk így az egyetemtől és az egyetem tévétől. De milyen rendesek vagytok, de tényleg. Mána ször, nagyon szeretem. Köszönöm, és ez? Ez egy szegedi pólo. University Szeg... Most nem azért mondom, de azért ez nagyon jó lesz. Én ezt ma föl fogom venni, egyetem ezt a pólót. Ezt az egyetemistákra szabták. És én azt hiszem, hogy nagyon szépen köszönöm. Aztán egészséggel. Örvendek, egy nagyon jó kis beszélgetés volt. Köszönöm.